Az Üllői önkormányzat is pályázott és nyert az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt és finanszírozott Tisztítsuk meg az országot címet viselő programra. A projekt keretében 6 önkormányzati tulajdonban lévő terület megtisztítása történik meg november 15-e és 25-e között. A több mint 2 millió forint támogatási összeggel megvalósuló feladatokról a környezetvédelmi referens tájékoztatott. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az IFKA által meghirdetett Tisztítsuk meg az országot programra. Ezt a programot az Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszírozza. A pályázat célja, illetve a program célja az, hogy önkormányzati tulajdonú területekről összetudjuk gyűjteni, illetve hogy a pályázó önkormányzatok össze tudják gyújtani az illegálisan letett hulladékokat. Üllőváros önkormányzata nyert ezen a pályázaton. A támogatás összege 2.230.000 forint körüli összeg. Gyakorlatilag 6 olyan önkormányzati területünk van, ahonnét összegyűjtjük a hulladékokat. Kit bízott meg a város, hogy ezt a tevékenységet végrehajtsa? A hulladékok összegyűjtésére az önkormányzat a Városüzemeltető Kft-t bízta meg. A hulladékok elszállításában pedig a DTKH Kft. Fog segítkezni. Gyakorlatilag a területek széleire konténereket helyezünk, és a Városüzemeltető munkatársai ebbe fogják összegyűjteni a hulladékokat. Megtisztított területek mindenképpen sorompóval le lesznek zárva, miután a hulladékok elszállításra kerültek, valamint a területek vadkamerával is el lesznek látva, hogy megakadályozzuk a további illegális hulladékok elhelyezését a területen. Meddig tart ez a program? Ez a program most elég hamar le fog zárulni. A Városüzemeltetés munkatársai november 15-én elkezdik összegyűjteni a hulladékokat a területen. A konténerek elszállítása pedig olyan november 25-e környékén már végbe is megy.